Köszöntöm nézőinket! Mozaik című műsorunkban ezúttal egy ifjú tehetséges soproni fotóst ismerhetnek meg, mégpedig Mészáros Márk fotográfus személyében, aki a Magyarország 365 elnevezésű fotópályázaton természet és táj kategóriában megszerezte az első helyet. Már köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, köszöntöm a nézőket. És hát meleg szívvel gratulálok neked természetesen. Nagyon köszönöm. Nem követtem nyomon a te pályádat, ezért nem tudom, hogy neked ez meglepetés volt az első helyezés, vagy pedig azért úgy titkon reménykedtél benne. Ez egy óriási meglepetés volt számomra. Hát nyilván, amikor az ember beküld egy képet pályázatra, azért úgy belegondol, hogy milyen jó lenne nyerni, de itt most jelen helyzetben abszolút nem számítottam rá. És mit kell tudni erről a pályázatról? Mit takar? Mert ha jól tudom, akkor ez egy nagyszabású, nívós pályázat, ami nagyon sokak előtt nyitott. Azt gondolom, hogy ez Magyarországon most jelenleg a legnagyobb pályázat. Igaz, hogy még csak 2 éve indult, de ez alatt a 2 év alatt idénre megduplázódott a jelentkezők száma, úgyhogy nagyon nagy népszerűségnek örvend. Ugye 3 kategóriában lehet jelentkezni, és hát igazából a Magyarország kincseit, természeti kincseit, illetve tárgyörökségeit szeretné bemutatni így az alkotásokon keresztül. Mit jelent a számok tükrében az, hogy nagyszabású? Hány pályázat érkezett be a te pályázatoddal együtt? Idén 28 ezer kép érkezett be. Hát akkor ez óriási elismerés, hogy 28 ezer kép közül így kiemelkedni. Számomra olyan felfoghatatlan kicsit, hogy igen. Mindezek után azért mutassuk is meg a képet a nézőknek, és mondd el a címét, meg azt, hogy te mit próbáltál megörökíteni ezen a fotón, és hogy mi az üzenete számodra. Jó. Igazából ez Gánton készült, Séta a Marson címet kapta, ez a Mars, ez igazából a narancsárga bauxit föld miatt. Uh-huh. Egyszerűen tényleg olyan káprázatos ott lenni, hogy mint egy másik bolygón sétálnánk. Ugye a kép az nem volt így előre megtervezett, hogy én ezt a képet meg akarom csinálni. Ahogy ment le a nap és drónoztam, akkor vettem észre, hogy mennyire jól néznek ki az árnyékaink, és akkor szóltam a páromnak, hogy gyors jöjjön, mert mindjárt lemegy a nap, és ezt a képet még szeretném megcsinálni. És akkor igazából így született meg, hogy ahogy alulról, ahogy ment le a nap, az árnyékunkat ilyen nagyba rajzolta ki a képen, és ez látható. Számomra azt jelenti, hogy mindig utólag merengek el egyébként a képeken, tehát az adott pillanatban nem gondolom, hogy most mit akarok ezzel üzenni. Számomra azt jelenti, hogy sose tudhatjuk, hogy mi fog történni. Az árnyékunk a nagy bizonytalan jövő, amifelé szép lassan sétálunk jelen esetben. És egyébként egy bauxit bányára hogy lehet rátalálni? Hogy jutott egyáltalán az eszedbe az ötlet, hogy ott érdemes lenne fotózni, videót készíteni? Sok csoportban bent vagyok, illetve mindig próbálok inspirálódni az Instagramon, Facebookon, de igazából egy fotós, esküvői fotós barátomnál láttam ezt a helyszínt, és akkor gyorsan megkérdeztem, hogy ez hol van, és akkor már egy jó pár éve felkerült így a vakancs listámra. Egy fotós egyébként érzi, hogy most sikerült megtalálni azt a pillanatot? Tehát amikor elkészíti azt a fotót, akkor már valahol ott van a tudatalattiában, hogy ez most más lesz, mint a többi, ez kiemelkedik. Azt gondolom, hogy igen, itt is rögtön egyednek számomra is egyedi volt, és akkor ezek szerint a zsűrinek is elnyerte ezzel a tetszését, úgyhogy igen. Apropó zsűri, kik zsűriztek, hiszen ez is szerintem nagyon fontos, és nyilvánvalóan egy pályázatnak a rangját tükrözi, és sok mindent elmond róla, hogy kik a zsűritagok. Így van, számomra is ez volt a legnagyobb elismerés, hogy olyan zsűritagok voltak, mint például Keleti Éva, Kossuth Díjas, Kaiser Otto, Tasi Márka Természetjáró Szövetségtől, valamint például Daróczi Csaba is, aki a tavalyi pályázatot nyerte meg, illetve hát ez egy köztudottan nagyon jó természetfotós. Úgyhogy ez óriási elismerés volt számomra. Az is nagyon érdekes, hogy amatőrök és profik együtt nevezhettek. Te most hova tartozol? Te most amatőr vagy profi? Hova sorolod magad? Hát én nem vagyok egy nagyképű gyerek, én azt gondolom, hogy a kettő között vagyok. Mikor elindultam, akkor még azt gondolom, hogy amatőr. Igaz, hogy azóta most már meglett a fotográfus vizsgám is, de én mindenképpen úgy gondoltam, hogy most így megkérdez a kettő között. És az hogy jött el az a pillanat, hogy egy ilyen nagyszabású pályázatra bead a fotódat, ültél az asztal mellett, rátaláltál a pályázatra, és azt mondtad, hogy ez az már, én ezt most beadom, vagy valaki más inspirált? Én a pályázatról már tudtam, mert tavalyi képeket imádtam, gyönyörűek lettek, de sose gondoltam, vagy nem gondolkodok abban, hogy pályázatra küldjek be fotót, nem tudom miért. A testvérem, itt az övé a dicsőség, hogy
állandóan szekál, hogy küldj be képet, és akkor most végre sikerült rávennie, és 5 nappal a határidő előtt küldtem be 3 fotómat. És akkor ezek szerint nagy volt a családi öröm, tehát közösen örültetek ennek a szép elismerésnek. Igen, nem volt, telefonon hívtam fel mindenkit, bekapcsoltam szépen a webkamerát, és akkor megvártam mindenkit, már nem tudta, azt hitték lánykérés lesz, de végül aztán elmondtam. Aztán még a tesóm azt hitte, hogy egy másik pályázat, mert arra is rábeszélt egy másikra, és akkor, amikor megmondtam, hogy ez melyik pályázat, akkor meglepődött mindenki, és hát nagyon nagy volt az öröm természetesen. A díjról lehet valamit tudni, vagy itt igazából az erkölcsi elismerés az, ami nagyon fontos? Hát egyébként számomra az erkölcsi elismerés, ami a legfontosabb, de így az első helyezettel 1 millió forintot is nyertem. Gondolom ez igazán jól jött. Hát ugye a termékfejlesztésről biztosan jól fog. Tehát visszafordítod mindjárt eszközökre. Hát a nagy részét mindenképpen szeretném meg. A fotózás hogy jött az életedbe? Ez hosszú történet, mennyi a műsorint. Hát mindjárt ránézek az órára, még egy 8 percünk van, úgyhogy szerintem vágjunk bele. Jó. Csak a videózás érdekelt egészen kiskoromtól, valahogy fotózni nem szerettem. Elkezdtem apukám gépével videózgatni, aztán így szép lassan aztán a fotózás is így elkezdődött, így elkezdett érdekelni. 4 éve végeztem egy fotós tanfolyamot, de azt is azért csak, hogy megismerjem jobban ezeket a tükörreflexes gépeket, hogy a videózásnál jobban tudjam alkalmazni a taktikákat. Aztán végül így szép lassan, ahogy videózgattam, rájöttem, hogy egyre jobban szeretek fotózni is. Uh-huh. És végül 2018-ban indítottam el a vállalkozásomat, és akkor még akkor is mindig csak a videó, de szép lassan így elkezdett így a fotózás is tényleg egyre jobban belástam magam a könyvekbe, videókba, és akkor végül rávettem magam még a szakképesítésre is, hogy szeretném megszerezni, kitűztem célul. Tehát akkor végülis te autodidakta módon kezdted el magad fejleszteni ezen Abszolút. A területen, mert hajtott a kíváncsiság. Abszolút, igen. Egyre jobban érdekel minden témakör, egyre több könyvet, internetes cikk, YouTube-on rengeteget lehet tanulni, úgyhogy abszolút magamtól kezdtem az egészet. És akkor, ha most választanod kellene, és azt mondanák neked, hogy most muszáj választanod, nincs ilyen, hogy videózás egybe, meg fotózás egybe, egyikre rá kell rakni a voksodat, akkor melyik lenne az életed? Visszamegyek focizni le. Hát. Lehet, hogy most a kicsit már fotózás felé jobban hajlok. Talán lehet, hogy azért, mert úgy érzem, hogy az most talán jobban megy egy picit. De a kettő kiegészíti egymást ezek szerint. Abszolút, és szeretnénk is ugyanúgy fejlődni mindegyikben. Az egyik húzza mindig a másikat. Meg lehet is gondolom a kettőt vegyíteni, akár ilyesmiben nem gondolkozol, hogy egy picikét elrugaszkodni a valóságtól, és egy kicsit kísérletezni, ezeket a műfaji határokat összemosni. Csű, ilyenben nem gondolkozom. Mik a kedvenc témáid? Hát. Kedvencem talán az esküvői videózás, szeretem nagyon, imádok mindig új embereket megismerni, nagyon-nagyon jó lagzikba voltam idén is, uh-huh. Attól függetlenül, hogy a koronavírus azért sokat elhalasztott, de nagyon szeretem az esküvői videózást, meg szeretem azt az örömöt, meg tudom, milyen fontosságú egy ilyen videónak, mikor átadom a párnak, és utána tényleg imádom, mindig megkezdem, de tuti jó, és imádom, amikor még mondják, hogy mennyire jó, nekem ez számít igazán, hogy tényleg tetszen nekik a videók. Nem lehet kiégni egyébként ebbe az esküvői videózásba, mert azért nagyon megterhelő, akárhogy vesszük, hogyha végignézzük egy napodat, ma már egy esküvői videó azért úgy készül, hogy kora reggel elkezdődik az öltözködést venni, a készülődés folyamatát, a szertartást, aztán utána a ceremónia után pedig a lagzit, és utána pedig az a helyzet, hogy napokon keresztül ülni és megvágni a vitterméket. Ezt nagyon sokan nem látják, hogy mennyi munkával jár egy esküvői film szerintem. Ezt így, ahogy elmondtad, reggeltől estig, sőt van, hogy ilyen 2-3-kor jövök el, hogyha úgy adja a helyzet. És utána még rengeteg utómunka, ami talán a legnehezebb, a válogatás része. Ki lehet égni szerintem, és szerintem sokan lehet, hogy ki is égne, most nem tudok, nem is akarok, de nekem az a szerencsém, hogy mellette nagyon sok másik projektem is van, ami nem esküvő, és én engem ez a folyamatos változás, ez mindig feltölt, és ettől inspirálódok, és így mindig van kedvem az adott témához éppen, ami következő projekt. Tehát akkor tulajdonképpen ennek a változatosságnak a része a fotózás is, hogyha jól sejtem. Igen. Ez egy következő út. Fotózásban vannak-e kedvenc témák, amiket olyan nagyon szeretsz fotózni? Gondolok akár termékfotózás, vagy éppen itt ugye a természetfotó, tehát mi az, ami inspirál leginkább? Szeretem a kreatív termékfotózásokat is, de ez a természet, mikor összekötjük a kirándulást, a fotózást, ez a természetből, ugye ez a nyertes fotó is így született, hogy elmentünk kirándulni, és hát a végén egy ösztes fotóval jöttünk, az a mondatom, és én ezt szeretem most leginkább, hogy elmegyünk, kicsit portrézunk is, természetet is fotózunk, hogy a természet és a portré, ez a kettő kedvencem most így jelenleg. Családbarátok mit szólnak ehhez a tevékenységhez, mennyire biztatnak, és mondják azt, hogy jó úton jársz? Maximálisan mellettem állt az egész családom, itt köszönök nekik nagyon az indulásnál is. Abszolút nem voltak bennük kételyek,
igazából ők inspiráltak, meg ők hajtottak bele, hogy hát neked ezzel kéne foglalkozni még így az esküvői videózás téren, a többi pedig az így jött magától. Fiatal emberrel állok szemben, akinek nyilván az életben rengeteg sok terve van, elképzelése. Melyek a legfontosabbak, vagy melyek azok, amik a közeljövőre vonatkoznak? Nincs úgy kimondottan konkrét tervem. A fejlődés ez az egyetlen, amit így ki tudnék emelni, folyamatosan fejlődni, mint fotózás, mint videózás terén. Aztán, hogyha jön egy újabb ötletem, azt pedig úgy is szeretném megvalósítani egyből. Gratulálok még egyszer Márkehez a nagyon szép elismeréshez, és azt kívánom, hogy inspiráljon a fotózás területén még inkább, és akkor várunk ide vissza a stúdióba a legközelebbi sikeret kapcsán. Köszönöm a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm a meghívást és a beszélgetést. Köszönöm a figyelmüket, ennyi fért mai Mozaik című műsorunkba. Viszontlátásra!